Naponta szállítják el ezt a mennyiséget a Pest-Szent Imrei Száfa és Vasút utca sarkáról az FKF ZRT alkalmazottai. Az illegális hulladék lerakás egyre nagyobb probléma a kerületben is. Mi abban gondolkodunk, hogy összefogással, és ez a razzia is ezt valósítja meg, próbáljuk elrettenteni azokat, akik ezt a magatartást választják, és hogyha ez jobban elterjed, ez a téma, ez köztudatban van, beszélnek erről az emberek, akkor talán az is világos lesz, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad, és jelen esetben az illegális szemét lerakás az jogszabályokba ütközik. A 18. kerületben 44 szelektív sziget van, ezeknek nagy százaléka problémás, vagyis szinte mindegyik körül halmokban áll az illegálisan lerakott szemét. A rendőrség lehetőségeihez mérten igyekszik felvenni a harcot a jelenség ellen. Ezzel szabálysértést követnek el, de azt tudniuk kellene, hogy nem csak az szabálysértés, hogyha beszennyezik itt a környezetüket, hanem hogyha ilyen lerakó helyeken például szemétből kiszednek, ez is szabálysértésnek minősül. Ez inkább a hajléktalanokra jellemző, hogy megpróbálnak valami kis pénzt összeszedni az ilyen szemetesekből. A terület a Száfa és Vasút utca sarka, a legszennyezettebb sziget, naponta takarítják a hét minden napján. Autógumi, háztartási szemét, építkezési sít, üveggyapot, fürdőkád és leszanált bútorok kerülnek a sziget köré. Általában 2-3 tonna hulladékot szállít el az FKF ZRT. Éves szinten ez több száz millió forint. Én annyit mondhatok, hogy ez a szelektív hulladékgyűjtés költségeinek az egynegyedét meghaladja. A polgárőrök különböző időszakokban 2-3 órát vannak szolgálatban, ilyenkor a szelektív szigeteket is ellenőrzik. Intézkedési joguk nincs, viszont szabálysértést tapasztalva értesítik a rendőrséget. Ha látjuk esetleg, hogy valaki lerak illegálisan mellé szemetet, hát ugye azt figyelmeztetjük, hogy intézkedési jogunk nincsen, akkor vagy a rendőrséget hívjuk, hogyha netán egy autóval tetten érjük az illetőt. Ugye rendszámot fölírjuk, és akkor a rendőrség tud intézkedni. A mezőőröknek eddig csak külterületen volt felhatalmazásuk fellépni az illegálisan szemetelők ellen. Belterületen egyelőre nincs engedélyük az intézkedésre, de számítanak arra, hogy hamarosan kapnak. Természetesen, mint állampolgár is megállítom, hogy nem jó helyre rakja, ne, de aztán már abban jönnek, hogy már megengedett, minden nap elviszik. Ezt tudatosítani kell, hogy ez nem megengedett. Mert rá a lakosság, hogy onnét elviszik. A kerületünkben is minden nap viszik el a szemetet, és azt gondolták, hogy ez legális. Az új szabálysértési törvény szerint a cselekmény díja 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot, illetve feljelentést vonhat maga után, ami a büntetést növeli. Szabálysértési feljelentést kezdeményezhet az önkormányzat közterületfelügyeleti csoportja is. Az önkormányzat végső esetben felszámolhatja a hulladék szigetet, de ennek a razziának is az a célja, hogy a szigetek megmaradjanak, és a lakosok rendeltetésszerűen használják azokat.